Sziasztok, jó reggelt kívánok újból mindenkinek. Most már kezd világosodni. Nem sokára, szerintem egy ilyen fél órán belül pontos időt még azért nem tudok mondani, azért nem mondok pontosan, hogy mennyi idő múlva. Az Oktogon csoport jelenlegi megbízott vezetőjével, bár nagyon ragaszkodnak, hogy náluk nincsenek ilyen titulusok, de mondjuk jelenleg most itt a parlament előtti felállított sátorért, illetve magáért a rendezvényért felelős, megbízott vezetővel, Kis Gézával fogok csinálni egy interjút. Vele arról fogunk beszélgetni, hogy mire lenne szükség itt a kint a Kossuth téren, tehát miben látnak hiányt, mi az, ami jól jönne, tehát miben segítsetek. Illetve magáról az Oktogon csoportról is fogunk beszélni, nagyon röviden arról, hogy hogyan és miért alakultak, illetve arról is, hogy miért van január 1-ig itt területfoglalás a csoport részéről. Megmutatom, most egészen közelről meg tudom mutatni a bedeszkázott parlamentet. Ugye bedeszkázták a bejáratot, ez most így tök jó, ez így most tetszik, hogy ezt meg tudom mutatni nektek. Hát biztos OSB-vel nyomták telibe. Úgyhogy most kellemesen esik a hó, változatlanul. Tehát nem sokára, én azt mondom, egy olyan fél órán belül akkor a Kis Gézával akkor fogunk csinálni egy interjút. Hát ilyen kültéri melegítő tulajdonképpen jól jönne, amit így már beszélgettem vele. Akkor gyerekek, ilyen leveskonzervek, levesporok, amiket teják, tehát filterek, víz, nyilván mentes víz, amivel lehet csinálni teját, egy levest. Ezek nagyon jól jönnének itt kint, mert hát megtapasztaltam azért, hogy bár nagyon jó forradalmárnak lenni bizonyos szempontból, de ennek ellenére, amikor hideg van, és mindenféle dolgok esnek meg fújnak, akkor azért ez nem a legviccesebb és legmókásabb dolog, és éppen ezért segítségre lenne majd szükség, hogy azok a lányok és fiúk, illetve nők és férfiak, akik úgy gondolják, hogy fontos számukra, hogy ne ez a rezsim maradjon, és igenis tenni akarnak ez ellen a rezsim ellen, azok a nők és férfiak, illetve lányok és fiúk bírják az éjszakákat. Amire még szükség lenne, és ezt mindenképpen most elmondom még az interjú előtt, az az, hogy emberre van szükség. Emberre van szükség, mert sajnos ez a, hogy mondjam, máshogy nem tudom, sok a vadász és kevés a fóka, tehát like és megosztás az azért van, de aki tényleg kijön és segíti az itteni munkát, az sajnos kevés, mert kell ember, kell váltás, mert van, aki például itt kint a Kossuthon 48 órát húzott le, ébren elfáradnak az emberek. Ha azt akarjátok, hogy a szabadság lángja égjen, annak ellenére itt a Kossuthon, hogy ugye elvitték azt is innét, ahogy a Nagy Imre szobrot is el fogják innét vinni, az igenis jöjjön ki és segítsen. Tehát erről fogunk durván egy olyan fél óra múlva beszélni, még egyszer Kis Gézával, az Oktogon csoport mostani megbízott jelenlegi vezetőjével, aki ezért az akcióért úgymond felel jelenleg. Úgyhogy várjatok egy fél órát, és be fogunk jelentkezni. Nagyon hangulatos, nagyon kedves interjút fogunk adni. Sziasztok addig is! És éljen a köztársaság, és bukjon ez a mocskos rezsim, ami ezt a gyönyörű szép házat elfoglalja. Úgyhogy sziasztok!